Köszöntöm nézőinket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogytolna és Baranya vármegye legfontosabb, legérdekesebb eseményét idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Országjáró fórum alkalmával Gulyás Gergely járt Pécsen, a választások tétjéről beszélt a hallgatóságnak. Önálló élet és közösség, hivatalosan is átadták a fogyatékkal élők társasházát. Új sürgősségi betegellátó a gyermekgyógyászati klinikán. Az átadó ünnepséget nemrég tartották. Robotikában a jövő gyógyulása, 1 milliárd forint értékben fejlesztett a Kaposi Mór Oktatókórház. Egészségügy, műszaki informatikai innováció, toborzás, megújult a Pécsi Egyetem és a hadsereg együttműködése. Beruházás, közösségi házat adtak át Dombróváron. Palacsinta Fesztivál a Parhanton, több ezer palacsinta fogyott el a falunapon. Szurkolói fagyi különlegességet kínál a Balaton-Mária fürdői fagylaltozó. Országjáró fórum alkalmával Gulyás Gergely látogatott a baranyai vármegyei székhelyre. A pécsi és baranyai emberekkel akar találkozni, hogy a választások tétjéről beszélhessen nekik. Az esemény előtt a témáról a sajtó képviselőinek adott interjút Őri László vármegyei elnökkel közösen. Gulyás Gergely járt Pécsen. A miniszterelnökséget vezető miniszter lakossági fórumon vett részt Csizmadia Péterrel, a pécsi polgári oldal polgármester jelöltjével. Őri Lászlóval az országjáró fórum alkalmával sajtótájékoztatón beszélt a választás tétjéről. Minden választás előtt persze elmondjuk, hogy ez minden idők legfontosabb választása, de most nyugodtan mondhatjuk, hogy ez valóban minden bizonnyal történelmi mércével mérve is annak tekintető, hiszen a választás tétje itt Baranyában is az, hogy háború vagy béke. A mai nap fejleményei azt mutatják, azáltal, hogy több képviselő is elhagyta Baranyában, a Mindenki Baranyáért DK, MSZP, Jobbik, Momentum képviselőcsoportját, és ezzel bebizonyították azt, hogy amikor komoly dolgokról van szó, akkor a baloldalra nem lehet számítani. Márpedig most nagy tétje van az európai parlamenti és az önkormányzati választásoknak is. Az, hogy békepárti képviselőket küldünk-e Brüsszelbe, és békepárti vármegyei többséget, és békepárti polgármestereket és képviselőket tudunk-e választani Pécs városában, hangsúlyozta Őri László. Baranya az elmúlt évtizedek vesztesei közé tartozik, ezt így érzik az itt élők is, azonban most úgy érezzük, hogy végre rajtunk a sor, hiszen a kormányzat területfejlesztési politikájának a fókuszába a következő időszakban a Dél-Dunántúl és Belne Baranya kerülhet, ezért itt Baranyában és Pécsett a választás tétje az is, hogy olyan vezetőket tudunk-e választani, akik igent mondanak a békére, és igent mondanak a kormánnyal való együttműködésre és partnerségre, annak érdekében, hogy a Baranyában élők és a Pécsett élők a következő évtized nyertesei közé tartozzanak. Miután a bennünket körülvevő világ sokkal veszélyesebb, mint bármikor, ezért a választásnak is óriási a tétje, erősítette meg Gulyás Gergely. Európai parlamenti képviselőket és önkormányzati vezetőket választunk, és valóban egyetértek az elhangzottakkal. Itt kétszeresen is háború és béke a tétje a választásnak, hiszen részben nem vitás, hogy a kormánypártok azok, akik ma Magyarország békét és biztonságát egy közvetlen szomszédságunkban zajló háború időszakában egyedül szavatolni tudják és akarják, akik egyértelműen a béke és nem a háború pártján állnak. Míg a rendszerváltást követően évtizedeken át arról volt szó, hogy az ország fejlettségében kelet-nyugati megosztottság van, addig mostanra keleten is számtalan fejlődő városközpont jött létre. Ilyen értelemben ma sokkal nagyobb feladat az, hogy az észak és dél közötti különbségek megszűnjenek. Ezért is koncentrál a kormány területfejlesztési politikája a déli régióra. A déli régiónak pedig a legfontosabb, a legnagyobb városa egyértelműen Pécs, tette hozzá miniszter. Könnyebb azzal együttműködni, akiben megvan a hajlandóság az együttműködésre. Az elmúlt években ilyen szempontból nincsenek jó tapasztalataink. A magyar kormány minden önkormányzatnak partnerséget ajánl, de nem mindenki fogadja egyformán ezt a partnerséget, úgyhogy örülnénk annak, hogyha a választópolgárok olyan döntést hoznának, amely megkönnyítené, hogy valóban ne egy háború legyen, miközben egyértelmű fejlesztési szándékok vannak az önkormányzat, a pécsi vezetők és a kormány között, hanem a város fejlődése érdekében
legyen kölcsönös együttműködés és munka. A miniszterelnökséget vezető miniszter a választások előtt 10 nappal mindenkit arra kért, menjen el szavazni. Tudjuk azt, hogy ennek a választásnak a tétje óriási, és javaslom, hogy Csizmadi a polgármester jelölt urat támogassa, illetve a Fidesz-KDNP jelöltjeit, illetve az európai parlamenti választásokon pedig a Fidesz-KDNP listáját tüntesse ki bizalmával. És ami nagyon fontos, hogy a következő években a jó együttműködés az a megyei közgyűlésben is jó lenne, ha megmaradna, ezért a Baranya megyeieknek is azt tudjuk ajánlani, hogy az a jó együttműködés, ami Őri Járnok úr időszakában a megye és a kormány között megvolt, az szerintem mindenféleképpen egy megőrzendő érték. Ezért, akik nem Pécsen szavaznak, azok is vegyenek részt a választásokon, hangsúlyozta a miniszter. Egyszerűen megfogalmazható az EU-s választások tétje, háború vagy béke, erről kell dönteniük a kontinens közösségeinek, így a magyaroknak is, június 9-én. Erről beszélt Kósa Lajos Harkányi fórumán. Debrecen parlamenti képviselője szerint Harkány jó úton jár a fejlődésben, ezért a jelenlegi polgármestert és képviselőit ajánlja újbóli megválasztásra a Fidesz politikusa. Csúszdázó gyerekek a Harkányi fürdőben az új létesítmény átadásán májusban. 16 méter magas, 5 pályás csúszdaparkkal gazdagodott a város. A fürdőbe látogatott először Kósa Lajos kedden baranyai látogatásán. Ez a fürdő nagyon impozáns. Minden részét megnéztem, azt is, amit nem szoktak megnézni, vagy megmutatni a vendégnek, mondjuk a gépészeti tereket, a régit is, meg az újat is. Nagyon jó munkát végeztek, amennyire meg tudom állapítani. És hát Harkány egy kis ékszerdoboz, nyugodtan mondhatom, itt a Dunántúlon, óriási, a méretéhez képest óriási vendégforgalom, úgyhogy le a kalappa, gratulálok a polgármester úrnak is, a közösségnek is, ezt így kell csinálni, Harkány egy virágzó város. Debrecen országgyűlési képviselője fórumot tartott Harkányban. Beszélt az EU-s választások tétjéről is. Háború vagy béke? Ha valaki a Fideszre szavaz, akkor a békére szavaz, akkor mi nem vonulunk be a háborúba, abból mindenképp kimaradunk. Ellenkező esetben nagy a veszély annak, hogy háborúba sodródunk, mert a NATO, mert az európai államok vezetői egyfajta háborús lázban égnek, és olyan dolgokat mondanak, amit mégis sem merünk gondolni, mert egyszerre mondják azt, hogy nem szabad az oroszokkal fegyveres konfliktusba kerülni, de az oroszoknak ellen kell állni, és nem szabad, hogy az oroszok győzzenek Ukrajnában. Most a kettő együtt nem fog menni, mert szemben láthatólag az ukránok nem tudják a harctéren ezt az eredményt kierőszakolni. Tehát ezt valamilyen módon fel kéne oldani, és ennek az egyetlen feloldása a háború, ami rettenet, ami szörnyűség, ezért annak ellen kell állni. Ezért mondjuk béke, 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 azonnal tűzszünet és tárgyalások. A kötelező európai sorozás bevezetése pedig elképesztő a politikus szerint. Ráadásul német ötletről van szó, amiről nincsenek jó történelmi tapasztalataink, mondta ezzel kapcsolatban Kósa Lajos. Nagyon rosszul hangzik, ez egy német politikus szájából. Ilyen már volt, hogy a németek vezényelték a magyar katonaságot Voronyezsnél, de az nem jött be, ha jól emlékszem, hanem abban rengeteg magyar meghalt, több mint 1 millió magyar áldozat, és hát a németeknek sem sikerült, ha jól értem. Úgyhogy a helyzet az, hogy a legrosszabb, hogyha a németek szájba hangzik, A1, A2, magyarok, Magyarország majd eldönti, hogy egyébként a védelmét hogyan szervezi meg sorkatonasággal, profi katonasággal, önkéntes haderő kiképzéssel. Itt nincsen napirenden egyáltalán semmifajta sorkatonaság, tehát ezt a Manfred Weber szájából hallani, ez maga a rettenet. Éppen ezért a Fidesz jelöltjeire kell szavazni június 9-én az EU parlamenti választáson, hogy ne keveredjünk háborúba és ne vigyék harctérre a magyar fiatalokat. Az önkormányzati választáson szintén a Fidesz polgármester jelöltjét és képviselő jelöltjeit ajánlotta a politikus. Ők azok, akik rendbe hozták és rendben is tudják tartani Harkány ügyeit, fejlődését Kósa Lajos szerint. Dolgozó és önálló életet kezdő fogyatékkal élőknek készült az a 12 személyes társasház, amit hivatalosan nemrég adtak át Pécsett. A szociális ügyekért felelős államtitkár az eseményen elmondta, a kormányzat célja, hogy ilyen kis közösségekben, saját lakrésszel kialakított otthonokban élhessenek a fogyatékkal élők.
Lakók az asztal körül a pécsi Berek utcai otthonban. Még márciusban készült ez a felvétel. Ők kezdhettek önálló életet az ingatlanban, annak ellenére, hogy fogyatékkal élnek. Így néz ki Rausberger Éva szobája most májusban. Azt mondja, örül annak, hogy bekerülhetett a házba. Barátokra talált itt. Nagyon kis családias, barátságos lakóközösséget alkotunk, úgy gondolom, tényleg egy családdá váltunk itt az elmúlt két hónap alatt. A lakó otthon közelében mindent el tud intézni, nem szorul segítségre. Sokkal önállóbb tudott lenni, és sokkal több lehetőség, valakár a közlekedés szempontjából ügyintézés, tehát hogy mindent igyekszem megoldani egyedül, önállóan. Megáldják a Berek utcai otthont szerda délután a hivatalos átadó napján. A szociális ügyekért felelős államtitkár is részt vett az eseményen. Eldöntöttük azt a kormányzat, Fidesz-KDNP kormányzat, hogy szükséges azokban a helyeken azt a segítségnyújtást megadni, ahol fogyatékos emberek intézményekben laknak, nem a családban, nem a család vigyáz rájuk, ott szakítsunk azzal a régmúlttal, ahol nagy intézményekben több száz fős intézményekben próbálták meg elhelyezni ezeket az embereket. Ezért elkezdtük azt a programot, amiben kis lakásokban, maximum 12 fős közösségekben tudnak lakni fogyatékossággal élő honfitársaink. A támogatott lakhatásnak ez a kis közösségi formája jobban megfelel az igényeiknek, mint a nagy intézményi elhelyezés, mondja az államtitkár. Ezért ma már ezt a modern lakhatási formát támogatják. Az elmúlt időszakban, az elmúlt években összesen 5000 ilyen férőhelyet alakítottunk itt, tehát közel 5000 olyan fogyatékossággal élő honfitársunk van, aki hasonló kisméretű lakásokban lakik. Ennek tavaly volt az utolsó nagy meghirdetett programja a Széchenyi 20-20 program keretében, ahol mintegy 16 milliárd forintból 700 ilyen férőhely lőtt létre. Ennek az egyik megvalósítója itt a Kerekvilág Alapítvány, aki ezt a régen nem használt rossz állapotú épület helyett tette egyelővé, és helyette itt újra élet van, és fogyatékos emberekre vigyáznak, és ők önálló életet tudnak élni. A vármegyei elnök azt mondja, a beruházás jó példája annak, hogy meg kell adni a lehetőséget a fogyatékkal élőknek az önálló életvitel kialakítására. Jó példa a közösség számára is, hogyha itt Pécset jól működik, akkor érdemes azon elgondolkodni, hogy a vármegye nagyobb településein is, ahol van igény arra, hogy támogatott lakhatást, biztosító intézményeket hozzunk létre, akkor azokat megtegyük. Én azt gondolom, hogy Pécset ezzel a beruházással itt nem csak egy hiánypótló, fontos célt tudtunk megtenni, de egyben felszámoltuk Kertváros egyik legnagyobb szégyenfoltját itt a Viktória és a Berek utca által határolt területen, hiszen ez az ingatlan helyén korábban hajléktalanok jártak ki be, olyan állapotok voltak, amelyre több mint 10 éve panaszkodtak a kertvárosiak, ezt most sikerült felszámolni és egy szép új funkciót adni az ingatlannak. Erre azt mondom, minden pécsi büszke lehet. A Kerekvilág Alapítvány kezdeményezte a fejlesztést, és most a szervezet tulajdonában működik a ház. Az egyszobás, közös fürdős lakrészeket, mint albérleti ingatlanokat kapják meg a jelentkezők, akik csak a közüzemi számlák fizetésébe szállnak be. A beköltözők dolgoznak, így jövedelmük van, ami az önálló életük alapja. Az akadálymentes társasház megépítése összesen 370 millió forintból valósulhatott meg. Pécs után Siklósra látogatott a szociális ügyekért felelős államtitkár Fülöp Attila, az EP választások tétjéről beszélt a Baranyai városban. A fórumon Siklós polgármestere a fejlesztések folytatásáról beszélt, valamint arról, hogy ehhez szükség van egy irányba tartó képviselőtestületre, akik biztos támogatást nyújtanak a döntésekhez. Mit gondolunk a jövőről, mit gondolunk a saját családunk jövőjéről? Ez a tétje az európai parlamenti választásnak, mondta a szociális ügyekért felelős államtitkár Siklóson. A június 9-én ez egy fontosabb választás lesz, mint valaha. Ez a jövő ugyanis csak akkor tud biztos alapokon állni, hogyha a béke és az együttműködés talaján tudunk továbbra is mozogni. Ma úgy látjuk Európában, hogy ez veszélyben van, ezért az Európa parlamenti választáson a legfontosabb a számunkra, hogy
azok a Fidesz képviselők kerüljenek oda, akik valóban a béke hangján, a békét szeretnék megóvni ebben a kontinensen, mert csak így lehet fejlődni, így lehet együttműködni, és így lehet egymással együtt élni. Nem volt még ekkora tétje soha korábbi választásoknak. Helyhatósági választások is lesznek ugyanazon a napon. Fülöp Attila Siklós jelenlegi polgármesterét és képviselőtársait ajánlja a választóknak. Minden közösség akkor jár jól, ha azt a vezetőt találja meg magának, azt a vezető testületet találja meg magának, aki a közösség erősítésében, a közösség együttállásában és a közösség együttműködésében hisz. Ha lehet így fogalmazni, olyan polgármester tud találni, aki a közösség kovásza tud lenni. Itt valóban az előbb Siklós dolgait, Ügyes Bajos dolgait megbeszéljük, de úgy látom, hogy itt jó irányba ennek a dolgok, és Rieg Gábor polgármester úr vezetése alatt valóban egy közösség, egy erős közösség tud épülni Siklóson. Jelentős eredményeket értek el a most záródó ciklusban, amit folytatni szeretnének a következőben is, mondja Siklós polgármestere. Rieg Gábornak nincs kihívója a városvezetői poszton, de ennek ellenére fontos a június 9-i voksolás helyi szinten is. Mivel kihívó nélkül nézek a 9-i választás elé, ettől függetlenül azt gondolom, hogy a demokrácia ünnepe, a szavazás, a választás, mindenkinek el kell menni szavazni, mert hogy egyébként a képviselő jelöltek, és az a csapat, aki a következő időszakban majd a döntéseket előkészíti és hozza, nagyon fontos, hogy egy irányba gondolkodjon, nagyon fontos, hogy egységet képviseljen, nagyon fontos, hogy egy fiatalos, rugalmas, gyorsan reagáló képviselőtestület tudja segíteni a polgármesternek a munkáját. Ez a helyzet volt az elmúlt 5 évben, és ezt szeretnék folytatni. Siklós további fejlődésére kész terveik vannak. 2020-ban fogadták el azt a 2030-ig szóló fejlesztési programot, aminek a további megvalósítását szeretnék elérni a következő ciklusban. 10 éves időtávban egy 10 milliárd forintos nagyságrendű összeg megcélzásával 10 nagy projektet szeretnénk végrehajtani. Nem állunk időarányosan rosszul, kicsit több mint 4 milliárd forintot kötött már le a város fejlesztési forrásban. Ez azt jelenti, hogy körülbelül a fele, kicsit több mint a fele ennek az összegnek még a következő 5 éves ciklusra vár. Ha 2 nagy húzó vagy kulcs fejlesztést kell említenem, akkor egyértelműen a helyi gazdaságfejlesztés vonatkozásában az iparterületeinknek a fejlesztése a következő éveknek az alapvető feladata, a másik húzó fejlesztésünk pedig a helyszín vonatkozásában nyilván nem hagyhatom ki a siklósi várnak a komplex fejlesztése, amelyel kapcsolatban a koncepcióterveket és az elképzeléseket már letettük a döntéshozók asztalára, ezt szeretnénk a következő 5 évben célba juttatni. A június 9-i választások tétjéről fórumot rendeztek Siklóson szerdán. Itt az EP voksolás és a helyi szavazás fontosságáról is beszéltek az előadók a vár lovak termében. 2,7 milliárd forint vissza nem térítendő uniós forrásból készült el a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika új sürgősségi betegellátóosztálya, melyet nemrég adtak át ünnepélyes keretek között. A most megépült osztályon és műtőkben több mint 1600 négyzetméteren várja regionális és országos központként a súlyos vagy nagy kockázatú gyereksérülteket a klinika. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikája új gyermeksürgősségi betegellátó osztállyal bővült egy több mint 2,7 milliárd forintos EFO pályázatnak köszönhetően. A fejlesztés során az építkezésre mintegy 2 milliárd forintot költöttek. Az eszközbeszerzés több mint 1,5 milliárd forintba került. Az ünnepélyes megnyitón beszédet mondott Navracsics Tibor, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium minisztere is. Örömteli eseménynek nevezte a pécsi beruházás átadását a miniszter. Nem csak azért, mert európai szempontból, európai színvonalon is az élvonalba tartozó klinika gyarapodik egy újabb jelentős beruházással, hanem azért is, mert ezáltal az egész Dél-Dunántúl vonzereje, életminősége javul. Az itt élők biztonságosabb, korszerűbb ellátás révén egy kicsit talán még élhetőbb környezetben tölthetik majd a hétköznapjaikat, és abban bízunk, hogy az elkövetkező időszakban az itt megvalósuló beruházások is vonzóbbak lesznek mind a munkákat keresők számára, mind pedig a befektetni akarók számára. Hiszen az a célunk, hogy ne csak pontszerű beruházások legyenek, ez az egészségügyi beruházás is nem csak önmagában azért fontos, mert egy újabb bizonyítéka annak, hogy az Európai Uniós forrásokat hasznosan,
ha úgy tetszik, az egész Európai Unió érdekében is jól tudjuk elkölteni, hanem azért is fontos, hogy minden pécsi, minden baranyavármegyei, vagy minden dél-dunántúli érezze azt, hogy egy kicsit otthonosabbá és élhetőbbé válik a környezete. Itt nem csak sürgősségi betegellátásról, hanem annak egy speciális alcsoportjáról, a baleseti sérülést elszenvedett gyerekek traumatológiai ellátásáról van szó, mondta Decsi Tamás professzor, a gyermekgyógyászati klinika igazgatója. Ez azért külön említendő szempont, mert ezeknek a betegeknek az ellátása sok esetben műtétet igényel, és a műtét után hosszabb kórházi bentartózkodást. Ezeket az igényeket figyelembe véve alakult ki ez a projekt, ami magában foglalja egy új műtőblokk létrehozását, a gyermeksebészeti osztály a betegek lefektetésére alkalmas részének teljes körű felújítását és korszerűsítését, és persze a klasszikus sürgősségi nem műtéti ellátást igénylő betegellátás is fejlődött. Az országos projekt célja, hogy hazánkban egységes és magas szintű gyermeksürgősségi és gyermekbaleseti ellátási rendszer jöjjön létre. Ez a gyermeksérülésének, betegségének súlyosságához mérten a lakóhelyéhez a lehető legközelebbi, szakmai szempontból a legmagasabb szintű ellátást képes biztosítani. A megújult osztályon a legkorszerűbb műtőkben és eszközökkel látják el a régió legsúlyosabb traumatológiai gyermekbetegeit. A terület meglehetősen nagy, nagyságrendileg azt mondhatnám, hogy mindegy 1500 négyzetméter új építés és 1000 négyzetméter felújítás történt itt az épületben magában. És persze az új műtőblokk létrehozása azt is jelenti, hogy ezeket a műtőket a legkorszerűbb eszközökkel föl kellett szerelni. Én azt gondolom, hogy az ország egyik legmodernebb műtőblokkját mondhatják magukénak gyermeksebész kollégáink. A Nevetnékék Alapítvány önkéntesei varázsolták gyermekbaráttá a megújult osztályt. Több mint 300 négyzetméternyi falfelületet festettek meg, a falakon pedig Pécs ikonikus helyszínei, kulturális értékei láthatók. 1 milliárd forint értékben érkeztek rehabilitációs robotok a Somogy vármegyei Kaposi Mór oktatókórházba. Idén már közel 100 sztrókos, járászavarral küzdő betegen alkalmazták a robotasszisztált terápiát, így gyorsítva a felépülést. Flexió és extenziót gyakorlunk, ugyanígy mondjuk egy hőlékballon emelkedik, egy lift emelkedik, tehát nagyon sok játékos program van rajta, és nagyon szeretik a betegek, és nagyon gyorsan fejlődnek vele. Jelen programunk létrejöttének oka, hogy az orvostudomány egyik jövőben mutató területe a kutatásokat, innovációt magába foglaló és azt high technológiával ötvöző, a betegek életminőségét jelentősen javító robotasszisztált terápia egyik hazai fellegvára lettünk, mely nemzetközi szinten is helyet követel magának. Hogy mit akar a ma még kicsit futurisztikusan hangzó robotasszisztált terápia kifejezés. Napraink a rehabilitációban is megjelent a robotasszisztált terápia. Robotok segítségével végzett beavatkozásokat tesz lehetővé, és ezzel a eljárással gyorsabb, pontosabb és hatékonyabb a rehabilitáció. A korábbi terápiáknál sokkal jobb életminőséget tudunk elérni. És hogy miért úttörő a Kaposi Mór Oktató Kórház szerepe a robotasszisztált terápiában? Intézményünkben 2012 óta zajlanak technológiai kutatások e területen is. 2020 óta pedig a Győri Széchenyi Egyetem kiépített együttműködésének eredményeképpen veszünk részt a virtuális valóság mozgáselemzés területén történő kutatásfejlesztésekben. Felismerve a kórház innovációs lehetőségeit és kompetenciáit, 2021-től külső cégek is csatlakoztak az együttműködéshez, és számos bemutató eszközt helyeztek ki intézményünkben. Munkatársaink exoszkeletonokat és 3D mozgáselemző rendszereket teszteltek több betegcsoportban, itt a Kaposi Mór Oktató Kórházban. Tehát ez is állítható, és olyan betegeknek, akiknek tehát a karját nem tudja mondjuk megtartani, paretikus, nagyon jól lehet a Dégóval dolgozni, mert segít megtartani a súlyt. Tényleg abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nyugodtan tudom mondani, hogy a Kaposi Mór Oktató Kórház
saját erejéből, vagy Tolár doktor beszámol róla, széndüléstorna és egyebek, ezek nem mostani keletűek. Ezek lassan 10 éves indulások és kezdeményezések. Elképesztő mozgásanalízis alapján a terápia hatásosságának a változtatása és annak alapján történő megtervezése. Mi valójában az egész rehabilitáció, robottechnológia, 3D képi analízis alapja? Valójában az alapja az, hogy ugye tudjuk az anatómiát. Több mint 5 milliárd forintot fordíthat Somogy vármegye a 30 év alatti nem dolgozó fiatalok támogatására. Az Ifjúsági Garancia Plus program célja, hogy tanulásra vagy munkára ösztönözze az érintett korcsoportba tartozókat. A GINOP keretében megvalósuló program részleteit nemrég ismertették. A vármegyei kormányhivatal együttműködési megállapodást írt alá oktatási intézményekkel, kamarákkal, civil és családtámogatási szervezetekkel. 2039 fiatal elhelyezkedését vagy tanulását támogatja a GINOP Ifjúsági Garancia Program Plus Somogyban. Cél a nem tanuló, nem dolgozó fiatalok segítése, hogy be tudjanak kerülni az elsődleges munkaerőpiacra. A bértámogatás mellett utazásukat és lakhatásukat is segítik. Megyei szinten több mint 5 milliárd forint áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy megtaláljuk azokat a 15 éves betöltött, de 30. életévét még be nem töltött fiatalok, akik nem tanulnak és nem is dolgoznak. Hiába próbálunk mi a foglalkoztatási osztályaink és a főosztályon dolgozni, hogyha nincsenek együttműködő partnereink. Mi szeretnénk 2039 fiatalt a programozási időszak végéig valamilyen támogatási formában a munkaerőpiacra juttatni. A vármegyei kormányhivatal együttműködési megállapodást írt alá oktatási intézményekkel, kamarákkal, civil és családtámogatási szervezetekkel. Többek között a Mate Kaposvári kampusza is csatlakozott a kezdeményezéshez. Az intézmény elsősorban képzésekkel tudná segíteni a fiatalokat. Egyre inkább a pedagógus képzés erősödik. Sokan választják a pedagógus képzésben a levelező formát, és azok, akik már régebb óta érettségiztek. Itt mi nagyon sok mindenkit meg tudtunk szólítani. A felnőtt képzések között pedig vannak olyanok, mint az inszeminátor képzés, ahova gyakorlatilag alapfokú végzettséggel lehet jelentkezni, és ez szintén egy komoly lehetőség, illetve különböző felnőtt képzéseket indítunk a Móri Zsigmond szakközépiskolával közösen, ami szintén egy komoly lehetőséget jelent a fiatalok számára. A projektbe a megváltozott munkaképességűek is bekerülhetnek. A program 2027-ig fut, és országosan több mint 100 milliárd forint keretösszeg áll a résztvevők rendelkezésére. Inkubátorházat adtak át Kaposszegcsőn. Az Ivanics Központ egy 4,5 milliárdos beruházásnak köszönhetően jöhetett létre, amely lehetőséget biztosít szerteágazó informatikai fejlesztésekhez. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere kiemelte, Ivanics Antal személyisége, munkássága nagyban hozzájárult a két település fejlődéséhez, hiszen ő alapította meg a járás első gépgyárát és villanytelepét. Nyilván Ivanics Antal szobra is ide került közszereti alkotásként, Varga Gábor műve került ma felavatásra. Mint ahogy beszéltem, és elmondtam, Ivanics Antalra mindig úgy emlékszünk, hogy egy villamosmérnök volt, de azt gondolom, hogy emberi nagysága azonos léptékű volt ezzel, hiszen közösség támogatói gondolatai túlszárnyaltak már korát, tekintető, hogy az ipartestületben és a takarékpénztárban is aktív részt vállalt, és minden kezdő vállalkozónak megfogta a kezét, jó tanáccsal állt el, a másik oldalról pedig forrással is, hogy el tudja kezdeni, megindítani vállalkozását. Bodáci Csiba Zsuzsanna, Kaposszegcső polgármestere elmondta, a projekt célja közt szerepelt az új eszközök beszerzése és információs technológia fejlesztése. Két informatikai cég költözik ide, akikkel a továbbiakban tudunk együtt is dolgozni, illetve a környékbeli vállalkozásokat segíteni fogják a tudásukkal és a szakértelmükkel. Az különösen öröm, hogy oktatásba is belekezdtek. Az, hogy itt tényleg egy képzőközpont lesz, az tényleg fellendítheti a térséget, mind Kaposszegcső, mind Dombóvár viszonylatába, pláne úgy, hogy informatikai oktatás, ami azért a mai világban számottevőnek minősül, és tényleg mindenkinek szüksége van rá, úgyhogy bízunk benne, hogy egy együttműködésnek ez egy tökéletes alapja lesz.
Beréti Zsolt kihangsúlyozta, a Tolnavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásokat olyan forrásokhoz és képzési lehetőségekhez juttatja, amellyel versenyképesek maradhatnak a piacon. Ennek a központnak elsősorban az a dolga, hogy olyan tudásfejlesztés, olyan tudásközpontot hozzon létre, amivel számos vállalkozás akár online módon, akár személyesen ezekben a fejlesztésekben részt tud venni. Az esemény részeként felavatták Ivanics Antal szobrát, amelyet Varga Gábor szobrászművész készített. Az inkubátorház részeként egy retro garást is létrehoztak, ahol a veterán gépjárművek mellett régi televíziókat, fényképezőgépeket és játékokat nézhetnek meg a látogatók. Újabb funkcióval bővült a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósághoz tartozó selyei zöldségfeldolgozó termelőüzem. Így a nyersanyag feldolgozása mellett annak savanyításához szükséges technikai feltételeket is biztosítják. Ezzel nem csak a termelőüzem kapacitását bővítették, hanem a piacon való részvételüket is képesek megerősíteni a jövőben. A selyei zöldségfeldolgozó termelőüzem bővítésének ünnepélyes megnyitóján Kovács Edit, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgató helyettese többek között elmondta, elkötelezettek abban, hogy felkarolják az ország elmaradott régióit, támogassák az e településen élők felzárkózását és integrálását az ország gazdasági vérkeringésébe. Ennek megvalósítása érdekében elindítottuk a TEF-piac programot, amelynek keretében helyben teremtünk munkahelyeket és belépési lehetőséget az elsődleges munkaerőpiacra a jellemzően alacsonyan képzett, hátrányos helyzetű, korlátozott mobilitású emberek számára. A program keretében a TEF 2022-ben létrehozta negyedik termelő műhelyét, a selyei zöldségfeldolgozó üzemet, ami két egymásra épülő tevékenységet végző működési egységből áll. Az egyik fő tevékenység a palánta nevelés és zöldségtermesztés a Drávaiványi fóliasátorban, a másik tevékenység pedig itt a selyei üzemben végezhető zöldségfeldolgozás. A nyersanyag feldolgozása mellett annak savanyításához szükséges technikai feltételeket is biztosítják mostantól. Az új funkcióval való bővülésnek több jelentősége is van, mondta Nagy Attila polgármester. Legelső sorban az, hogy helyi terméket lehet előállítani. Tehát munkahelyet teremtünk, gazdasági aktivitást növelünk, és ezzel a településnek az iparűzési adóbevétele is reményeink szerint nőni fog. A másik dolog pedig az, hogy alapanyag felvételi pont. Az itt élő emberek, az itt környéken lévő önkormányzatok tudnak alapanyagot előállítani, termelni zöldséget, káposztát és paprikát, és ezt itt helyben fel lehet dolgozni. Az ünnepélyes átadón Réti Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár arról beszélt, szerencsére az országban nem egyedülálló a zöldségfeldolgozó üzem. A közfoglalkoztatás kezdete óta a termelő önkormányzatoknál egyre inkább jelentkezett igényként a terméknek a feldolgozása, magasabb szintű termékfeldolgozás, és én azt hiszem, hogy a belügyminisztérium partner volt ebben, hiszen 2014-től, jellemzően a 2014-es évektől nagyon sok ilyen beruházást támogattunk. Tehát a megtermelt alapanyag magasabb szintű feldolgozását támogattuk, jellemzően zöldség-gyümölcsfeldolgozás, tejfeldolgozási kapacitások nőttek ki a földből, húsfeldolgozási kapacitások. Én azt gondolom, hogy selye is részese. Ebből a szempontból azért speciális ez a helyzet, mert nagyon elaprózdott település szerkezetről beszélünk itt Selye környékén, azok az önkormányzatok, akik együttműködnek, nyilván is beszállítói ennek az üzemnek. Örömmel jelezettem azt is, hogy nagyon finom és jó termékek készülnek az országban, és bízom abban, hogy Selye is fel fog zárkózni ehhez. Jelképes jelentősége is van az átadónak, ami azt jelenti, hogy az ormánságban is elkezdődjön a munkahelyekről való beszélgetés, mondta Nagy Csaba országgyűlési képviselő. Ez az üzem korábban átadásra került. Ez két dolog miatt volt fontos. Egyrészt itt az üzem környezetében olyan önkormányzati fejlesztések voltak, amik elősegítették itt Selyén a szociális együttműködést. Másfelől pedig ez az üzem, ez városképi szempontból is nagy jelentőségű volt, hogy hogyan néz ki. A tartalmit, hogyha nézzük, akkor minden erőnkkel most az a legfőbb programunk, hogy munkahelyeket próbáljunk meg itt Selyén, a Selyen járásban, az ormánságban teremteni, és ez egy olyan modell kísérlet, ami újdonság itt a járás területen belül, úgyhogy mi is érdeklődve és kíváncsian figyeljük azt, hogy hogyan és mi módon fog sikerülni, nagyon szurkolunk.
Lényeges az is, hogy Magyarország az elmúlt 14 évben a foglalkoztatás területén egy kiemelkedő fejlesztést indított el, fogalmazott a helyszínen Sztojka Attila, roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos országgyűlési képviselő. Hiszen 1 millió fővel dolgozik több ember Magyarországon, és ezen belül is a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása is növekedett. Ugyanakkor még látunk potenciált, sok lehetőség van, ezért is szoktuk mi mondani azt, hogy a hátrányos helyzetű emberek, a hátrányos helyzetű térségek, az mindinkább erőforrást jelentenek Magyarországnak. Selye és térségére is egy erőforrásként tekintünk, és az figyelhető meg, hogy az országos munkanélküliségi átlag ugye 4,6% körül van, ehhez képest Baranya vármegyében pedig 7% fölötti. Tehát nekünk oda kell koncentrálni, ahol leginkább szükség van erre. Ugyanakkor azt látnunk kell, hogy ezt a fejlesztést, ezt a fejlődést csak a békében lehetséges és a békesség megtartása mellett. Ezért is lényeges a mi számunkra, hogy béke legyen Magyarországon, és a háború az minél távolabb kerüljön, és végre valahára a béke hangja egyértelmű legyen, nem csak Magyarországon, hanem európai kitekintésben is. Ezért fontos ez az átadó, mert azt jelképezi, hogy fejlődni csak a békében lehet, hangsúlyozta Sztojka Attila. Kibővítette és új alapokra helyezte korábbi együttműködési megállapodását a Honvédelmi Minisztérium és a Pécsi Tudományegyetem. Az erről szóló dokumentumot Kutnyánszki Zsolt a HM védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és a védelmi iparáért felelős államtitkára, valamint Misete Attila, a PTR rektora látta el kézjegyével a Pécsi Tudományegyetem szenátusi tanácstermében. Katonai járművek, fegyverek Pécs belvárosában ezen a korábbi felvételen. Bemutatót tartottak a Kossuth téren akkor a magyar hadsereg tagjai, hogy népszerűsítsék a katonai pályát. Ezek a képek pedig a Pécsi Egyetem műszaki karán készültek. Katonai terepjáróra terveztek kollektív fegyverek működtetésére és köríves mozgatására alkalmas szerkezetet az ipari termék és formatervező szakon tanuló hallgatók. Aláírás kerül a dokumentumra kedd délelőtt. Új alapokra helyezte együttműködési megállapodását a Honvédelmi Minisztérium és a Pécsi Tudományegyetem. A Magyar Honvédség és a Pécsi Tudományegyetem kapcsolata az nagyon régi, és azt gondolom, hogy különösen az orvos egészségtudományi területen ez komoly múltra és eredményességre tekint vissza. Nagyon fontos az a honvédség számára is, hogy a katonák az elsősegélynyújtásban jól legyenek trenírozva. Ebben az orvosi kar és az egészségtudományi kar is fontos szerepet játszik, mondta az egyetem rektora. Az egészségügyi képzés mellett a Pécsi Egyetem más területen szintén együttműködik a Honvédelmi Minisztériummal. A műszaki informatikai fejlesztések tekintetében is komoly együttműködések voltak az elmúlt időben, és hát bízunk abban, hiszen a haditechnológia is sajnos vagy nem sajnos fejlődik, hogy ebben a tekintetben újabb eredmények és együttműködések fognak kialakulni. De elmondható az is, hogy a haderő kiegészítés toborzás tekintetében komoly szerepet játszhat az egyetem. Kutnyánszki Zsolt a HM védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparáért felelős államtitkára ünnepi köszöntőjében arról beszélt, hogy Magyarország biztonsági környezete megváltozott. Ennek következtében fontos, hogy megerősítsük az ország védelmi képességeit. Modern eszközökkel ellátott ütőképes hadseregre van szükség. Továbbá önálló, erős védelmi iparra és hazaszerető, elkötelezett, hivatásos és önkéntes katonákra. Az új együttműködési megállapodásnak köszönhetően szinte valamennyi területen partner tud lenni a PTE. A Top Pluszos pályázatnak köszönhetően egy felújított épületet adtak át Dombóváron. A közösségi házat a helyi Székelykör, valamint a Kertbarát Egyesület fogja használni. Rendezvények, taggyűlések, találkozók helyszínéül szolgál majd az intézmény. Horváth Józsefné, a dombovári székelykör elnöke pozitívnak tartja a beruházást, mivel így lehetőségük nyílik olyan programok szervezésére, amelyet más módon és helyen nem tudna ennek megtartani. János atya fölszenteli, és akkor utána készítettünk igazi bukovinai galuskát, tegnap este ezt megfőztük, meg süteményen megvendégeljük a vendégeket, és a kertbarátok pedig borra hozzájárulnak ehhez a rendezvényhez. Ez az első közös rendezvényünk, én úgy gondolom, hogy megalapozza a jövőbeli közös együttműködésünket.
Páldi Ede, a Kertbarát Egyesület elnöke elmondta, az első taggyűlésüket már megtarthatták az új épületben. Minden hónap második kedjén taggyűlést tartunk, amit eddig a művelődési házba tartottunk. Ezen általában olyan 20 és 30 fő között szokott részt venni. A teljes taglétszámunk egyébként 55 fő, majd ezeket a taggyűléseket tervezünk itt tartani. Szoktak egyéb összejöveteleink is lenni, a borhoz kapcsolódó neves ünnepeket megünnepel, Vince nap, Orbán nap, Márton nap, János nap, Áldista, van belőlük egy jó pár, és ezen kívül is itt a lehetőség adva lesz ahhoz, hogy rendszeresebben együtt legyünk, időnként főzzünk, egy kellemesebbé tegyük az összejövetet. A borunk megvan hozzá, úgyhogy csak főzni kell valamit hozzá. Pintér Szilárd polgármester kifejtette, az önkormányzat hosszas egyeztetés után döntött a közösségi ház felújításáról, valamint a civil szervezetek kiválasztásáról. Elkészült az Erzsébet 516-ben egy impozáns épület. Meg kellett volna történni tartalom, és nagyon sokan törtük a fejünket rajta, hogy kik lennének azok a partnerek, akik erre a legalkalmasabbak is. Hát mondhatnám, hogy a legmegbízhatóbbak, hiszen egy olyan vagyont bízunk rá most két civil szervezetre, amit mindenféleképpen csak jó gazdag gondosságával lehet végrehajtani. A Székelykörre is az Kertbarát Egyesületre esett a választás, hiszen ők hosszú évtizedek óta már a város civil életében ékeskednek, és megbízható emberek alkotják mindkét civil szervezetet. Az épületet a város plébánosa Hegedűs János áldotta meg. A Bonyhádi Vásártérre rendezték meg a Lánglovagok és Hagyományőrzők nemzetközi találkozóját. Az eseményen a világháborús hősökről is megemlékeztek. Bonyhádon szombat délelőtt megnyitóval vette kezdetét a Lánglovagok találkozója, amelyet idén 12. alkalommal rendeztek meg. A világháborús hősökről koszorúzással emlékeztek meg. Szabó Tibor alpolgármester elmondta, az elmúlt hetekben újították fel az első világháborús emlékművet, amelyet a szennyeződésektől, moháktól megtisztítottak, valamint impregnálást is kapott. Az önkormányzat is támogatja a hagyományőrző, illetve tűzoltó egyesületeket. Valóban a tűzoltó egyesületeknek, illetve a katonai hagyományőrzőknek a találkozójáról van szó. A Bonyhádváros önkormányzata a önkéntes tűzoltó egyesületet az idén 6 millió forinttal támogatta. Azt a tűzoltó egyesületet, azt az önkéntes tűzoltó egyesületet, aki az idén éppen 150 éves, és nem oly rég köszöntöttük őket a megyei tűzoltó nap alkalmával. Györfi Attila társszervező fontosnak tartja, hogy a fiatalok megismerjék a tűzoltók, valamint a rendvédelmi szervek alázatos munkáját. A rendezvénynek a struktúrája és menete az nem tért el az elmúlt 12 év hagyományai alapján. Nagyon fontos számunkra, hogy bemutassuk a hagyományőrzés keretein belül a fiataloknak a nemzetidentitás tudatát, illetve azt, hogy a rendvédelmi szerveknek a munkáját ők milyen úton módon tudják segíteni, esetleg a későbbiek folyamán milyen úton módon tudnak csatlakozni hozzá. A szervezők számos programmal készültek. A város területén fölvonultak az önkéntes tűzoltó egyesületek berkein belül a gépjárművek, illetve a hagyományozó járművek a város területén. 10 órakor megkoszoroztuk az első és második világháborús emlékművet, ugyanis nagyon fontos számunkra az, hogy ne csak mulassunk és szorakozzunk, hanem az őseink emlékeit méltóképpen meg tudjuk ünnepelni. Utána mentek a statikai bemutatók a tábor területén, aminek ráadásul két program eleme is volt, a rendvédelmi szerveknek a bemutatói, itt gondolok a technikai sátrakra, amivel a rendőrség, a BV intézet, illetve a katasztrófavédelem jelen volt, és gondolok a másik, a tematikus táborrészekre, ahol a katonai hagyományőrzők mutatták be a 19. századtól napjainkig, hogy milyen is volt a katonai élet. A gyerekeknek habpartival készültek, az estet pedig koncertek zárták. Vasárnap a veterán járműveket csodálhatták meg azok, akik ellátogattak a vásártérre. Immár 52. alkalommal rendezte meg a Magyar Vöröskereszt a felmenőrendszerű elsősegélynyújtó versenyt. A vármegyei fordulón három kategóriában indulhattak azok, akik szerették volna megmutatni tudásukat. A végső nyertest az országos fordulóban szeptember 14-én Kecskeméten hirdetik ki. A Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete minden évben rendez elsősegélynyújtással kapcsolatos versenyeket. Ebben az évben a vármegyei forduló május 29-én volt a Lauber Dezső sportcsarnokban, Pécsen.
Ez az 52. felmenő rendszerű Baranya vármegyei elsősegélynyújtó verseny. 10 csapatot várunk, az 50 fő, felkészítőkkel együtt jönnek, és megmérettetik magukat elsősegélynyújtó tudásukban, 8 kárhelyszínen, illetve további 2 állomáson. Az egyiken egy elméleti állomás, illetve egy pihenőállomás, és fontos nekünk ugye az elsősegélynyújtás terjesztése, ismeretének széleskörű terjesztése, és reméljük, hogy nagyon jó hangulatban fog telni, és mindenki tanul a mai napból, itt csak nyertesek lesznek ma. A Magyar Vöröskereszt célja az elsősegélynyújtás népszerűsítése. A versenyek segítségével az elsősegélynyújtó ismereteket fejleszthetik a fiatalok körében. A megmérettetés 3 kategóriában zajlott. Ez a megyei elsősegélynyújtó verseny minden évben egy felmenő rendszerű elsősegélynyújtó verseny az iskolák számára meghirdetve, amiben a legkiválóbbak, akik ebben a képzésben részt vettek, egy csapatot alkotnak, és egy ilyen területi, illetve megyei, majd egy nem a győztesek országos versenyre mehetnek. A jelentősége az, hogy ez egy olyan magas szakmai színvonalat képvisel az elsősegélynyújtásban, ami igazán profi módon tud a mentők kiérkezéséig elsősegélyt biztosítani a rászorulóknak. Nagy lelkesedéssel jönnek a diákok mindig, az általános iskolások, középiskolások, felnőtt csapatok. Vannak, akik évekig készülnek erre. A mentőszolgálat szempontjából is van jelentősége az ilyen programoknak. A mentőszolgálat szempontjából viszont az a jelentősége, hogy ők, akik ezt begyakorolták, csinálják, hogyha olyan helyzetbe kerülnek a közterületen, lakáson, iskolában, bárhol munkahelyükön, akkor el tudják kezdeni az elsősegélynyújtást, amíg a mentők kiérkeznek, és nagyon sokszor akár egy sikeres újraélesztésnek az eredménye, sikeressége azon múlik, hogy akik ott voltak, azok elkezdték, még odaért a mentőszolgálat, akik át tudják venni gyógyszeresen, eszközösen az újraélesztést, hiszen ha addig nem történik semmi, akkor nem sok esély van. Ez viszont egy olyan hírt, programot csinál mindenkinek, és olyan propagandát tud kifejteni, ami mindenképpen egy nagyon pozitív képet mutat magáról, az elsősegélynyújtóról és a mentőkről is. A területi döntők nyertesei jutottak be a vármegyei versenybe. Azok, akik itt jól szerepelnek, jutnak tovább az országos megmérettetésbe. Ezt szeptember 14-én rendezik meg Kecskeméten. A sport és az egészséges életmód, erről beszélt a sportért felelős államtitkár Szekszárdon. A fórum célja többek között, hogy népszerűsítsék a testmozgást. 2010 óta nagy erőket mozgósít a kormány a sportolás, sportesemények, rendezvények támogatása érdekében. Hogy valóban egy stratégiai ágazatként szerepel a sport, és nyilván a jót könnyű megszokni a mindenkinek, de nekem volt lehetőségem még 2008-ban Magyar Olimpiai Bizottság jogigazgatójaként dolgozni, és akkor is volt valami rálátásom arra, hogy a sportfinanszírozás kormányzati szinten miképpen valósult meg, és ehhez képest az elmúlt 14 évben azt tapasztaltuk, hogy elképesztő sportinfrastruktúra fejlesztés valósult meg. Az elmúlt 10 évben a kisebb intézmények is hasznát vették az anyagi ráfordításnak. TTT, Tornaterem Tanúszoda Tanterem program is, amiben számolatlanul újultak meg, vagy épültek olyan új tornatermek, tantermek és tanúszodák, amelyek segítik azt, hogy a fiataloknak a mozgás igényét maximálisan ki tudják elégíteni. Ezzel összhangban szerintem egy nagyon fontos intézkedés volt össztársadalmi szempontból, hogy bevezetésre került a mindennapos testnevelés, így valóban elérhetővé válik az, hogy sportnemzetből sportoló nemzetté is váljunk. Fontosnak gondolom azt is kiemelni, hogy az elmúlt 14 évben számolatlanul adtunk a legrangosabb nemzetközi sporteseményeknek otthont. Orbán Attila, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke beszélt a régiós helyzetről. Az elmúlt időszakban itt Tolna vármegyében is számos beruházásunk, számos olyan fejlesztésünk volt, okos forrásokból is, ami a sportot érintette, és ezáltal hozzá tudtunk járulni mi, a Tolna vármegyei önkormányzat is a sport élet bővüléséhez, erősödéséhez. Azon túl, hogy terület és település fejlesztéssel foglalkozunk, van önként vállalt feladatunk is, ez pedig a közösségek fejlesztése, és nem utolsó sorban a sportközösségek és a sportegyesületeknek a támogatása és a
fejlesztése. A fórum remek alkalmat biztosította arra, hogy megmutassa azt az irányt, amivel még több fejlődést lehet elérni ezen a területen. Együtt értek és együtt is mentek bűnt elkövetni a férfi és a nő ellen. A szigetvári járási ügyészség vádiratot nyújtott be nemrég. Egy szigetvári üzletben követték el a lopást. Az ügyészség javaslatot tett a páros büntetésére is. Lekerülnek az áruk a polcról, majd a bolti kosár helyett a hátizsákjába pakolja azokat a férfi ezen a felvételen. Nem egyedül érkezett, női társa volt, aki szintén saját zsebbe tette, aki nem fizetett termékeket. Az ügyészség most emelt vádat ellenük. Írat szerint a vádlottak egy 35 éves férfi és egy 32 éves nő élettársak. Idén március 1-én kora délután kifejezetten lopási szándékkal mentek be egy szigetvári áruházba. Az üzletben a táskájukba pakoltak különböző termékeket, összesen több mint 70 ezer forint értékben, majd egy üdítőt kifizetve próbálták elhagyni az áruház területét. A biztonsági őr azonban megállította, és a biztonsági szobába kísérte őket, ahol visszaadták a lopott termékeket. A cselekmény kisebb értékre elkövetett lopás vétségének a megállapítására alkalmas. Ezzel a bűncselekménnyel, mint társtetteseket vádolja a férfit és a nőt a szigetvári járási ügyészség. A vádiratban az ügyészség a férfival szemben elzárás, a nővel szemben közérdekű munka kiszabására tett indítványt. A vádlottakat társtettesként elkövetett a lopás vétségével vádolja az ügyészség, ami 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A férfival szemben elzárás, a nővel szemben közérdekű munka az ügyész indítvány. Idén második alkalommal rendeztek Palacsinta Fesztivált a Parhanton. A szervezők színes programokkal várták a helyieket, illetve a környékbelieket. A gyerekek is megtalálták a számukra szórakoztató játékokat. Sokan ellátogattak a második Aparhanti Palacsinta Fesztivál szombati programjaira. A rendezvényen minden korosztály megtalálhatta a hozzá leginkább illő elfoglaltságot. A település polgármestere elmondta, hogy a pénteki napon közel 1000 palacsintát készítettek. A tavalyi év alapján már rengeteg tapasztalatunk van, hogy hogyan készüljünk erre a rendezvényre. Ismét színes programokkal készültünk, gyerekprogramokkal, kulturális műsorokkal, illetve rengeteg palacsintával. Már a tegnapi napon elkezdtük sütni, mert tavalyi tapasztalatok alapján rengeteg igény volt rá. A tegnapi napon már 1500 palacsintát megsütöttünk, ma pedig folyamatosan süti a háttérben a csapat, illetve itt hátul az önkormányzati standnál is. A palacsinta kedvelői több ízből is válogathattak, volt kakaós, lekváros, nutellás, valamint megszavazták az idei új különlegességet is, ami nem volt más, mint a Túró Rubi. A gyerekek számára színes programokkal készültek. A reggeli órákban már a csurgózenekar lépett fel, illetve arcfestő, hajfonás, illetve a legkisebbeknek körhinta is jár a kedvükbe, úgyhogy igen, a gyerekeknek is készültünk. Az Aparhanti Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai bográcsban főzték a vegyespörköltet, valamint a sütőversenyre rengeteg palacsintát készítettek. 2 kiló liszt, meg a hozzávalók, egyszerűen számra nem tudom mondani, de 100 darab biztos elkészült. Meg még otthoni sütések is voltak, amik napközben fölkerültek. Az egyesület bízik abban, hogy mindenki jó emlékekkel tért haza. Az időjárás jó legyen, és hogy a társaság jól érezze magát. Az eredmények a főzőversenyen valamit azért, hát ha egy első, második helyezést tehetünk hozni. A palacsinta készítő versenyt az Aparhanti tűzoltók nyerték meg. A fesztivált az igényes szervezés és finom ételek jellemezték, a hangulatról a meghívott előadók koncertjei gondoskodtak. Barna és meggyes söröket is kóstolhattak az érdeklődők a nyitott főzdék napján. Balatonföldváron az egyik kisüzemi főzdébe sokan látogattak el a programra. A szervezők a kóstoltatás mellett meséltek a sör történetéről és elkészítésének fortéjairól is. Itt látok, ez a 4 fajta, ez innen indul, hogy van egy alapmalátánk, egyébként ez pilzeni alapmaláta. Ezt körbeadva nyugodtan meg lehet kóstolni, snacknek is szokták használni, tök jó íze van szerintem. Az alapanyagokat is megkóstolhatták a résztvevők a Balatonföldvári sörfőzdében. Érdeklődéssel hallgatták a sörkészítés történetét és a mai technológiai eljárások alkalmazását is. Sok érdekességet megtudhattak a nyitott főzdék éjszakáján. Nyilván, aki eljön egy ilyen túrára, az már valamilyen szinten érdeklődik iránta, mert eljön ide lokálisan. És ami tök jó volt, nagyon sok olyan
arany ilyen szem van a csapatokban, akik nem tudom, valakinek a biológiában kérdez, és akkor belekérdez biológiába, valaki technológus technológiába kérdez bele, és így tök jó egy kicsit így, ugye elmondom mindig az alapokat, de így tök jó egy kicsit elvinni a beszélgetés abban az irányba, ami őket érdekli, vagy hát nem biztos, hogy mindenkit, de hogy vannak érdeklődők benne, érdeklődnek. Tehát, hogy nekem ez olyan pozitív volt, hogy abszolút érdeklődőek. Természetesen a sörtúra legjobb része mégiscsak a friss sör csapolása és kóstolása volt. A csoport kedvenc mindig a csapolás, tehát ugye megyünk a főzőháztól a kiszerelésig, és a kettő között ott van az erjesztő tér 20 000 liter sörrel, tehát nyilván az egyik kedvenc, amikor abból tudunk csapolni, kóstolni, és ugye ez része is a túrának, hogy friss söröket tartályra kóstolunk. A sörfogyasztók szerint a különbség rögtön érezhető egy nagyüzemi sörhöz képest. Teljesen más, ennek kellemes lágy íze van, itatja magát. Úgyhogy ajánljuk mindenkinek. Kun Alex szerint a sörkészítés is nagy változásokon ment keresztül az elmúlt években. Egyre többen készítenek kisüzemi szinten söröket, ugyanakkor az a néhány éve divatos trend, mely szerint minél különlegesebb, fűszeresebb, erősebb legyen, lecsengőben van. Alapvetően nagyon nagy változás történt meg az elmúlt években, viszont mint ami a bornál is megfigyelhető volt, hogy volt egy nagyon nagy kiugró első pár év, amikor abszolút a különlegességekre mentek, és arra, hogy mindenbe extrém ízeket hozzanak, viszont most már a sörforradalom is eljutott arra a szintre, hogy most már egy kicsit lenyugvóba van, és mi is igazából ezt a vonalat képviseljük, hogy inkább egy nagyobb rétegnek szóló, egyszerűbb, közérthetőbb söröket gyártunk, pont ezért, mert nagyon sok kis főzde most ráment arra, hogy tényleg extrém söröket érlelésbe, ízesítésbe, fűszerekbe, csak ezek a sörök ezek nem arra vannak, hogy a Balatonparton az ember meginjon belőle többet, tehát hogy ezekből nem lehet meginni egy decinél többet szerintem. A kesernyés ital kedvelői szerint a kézműves sörök azért is kedveltek, mert nem tartalmaznak plusz adalékot, sőt kukoricát sem. Mint mondják, ez egy nagy gyár által előállított termékre már nem igaz. Azokat én is úgy gondolom, hogy tele rakják ilyen mellék ilyen kukoricadarával, azzal dúsítják, az nem annyira jó. Jót tesz ennek a sörnek, sörfogyasztásnak. A főzdében azért mindig találnak újdonságot is a sörkedvelők, ilyen például a medgyes sör, amely természetes gyümölcs sűrítménnyel színezik és aroma nélkül készül, de igazi újdonság a barna körzs sör is. Szurkolói fagyival egy mascarpone és vegyes gyümölcsös pisztácia krémes hűs édességgel készül a közelgő labdarúgó Európa-bajnokságra az egyik Balaton Mária fürdői fagylaltozó. A fagyival nem csak a foci drukkereket várják, hanem azokat is, akik a párizsi olimpián induló magyar sportolóknak is szurkolnak, hiszen az édesség egész nyáron kapható lesz. A fagylaltunk alapja egy mascarpone sajt alapú fagylalt, ebbe teszünk bele egy házilag készített vegyes gyümölcsös legfát, illetve egy pisztácia krémet. Ezek rétegezve kerülnek egymásra, majd a focis díszeket is megkapja a szurkolói fagylalt ebben a Balaton Mária fürdői fagyizóban. 2016-ban egy gyömbéres limonád és szamócás hűs édességet készítettek a labdarúgó EB alkalmából. 2021-ben Marco Rossi, a labdarúgó válogatott szövetségi kapitányának tiszteletére olaszos-magyaros ízvilágú fagylaltra váltottak. Így született meg a mascarpone és pisztáciás íz, amelyet feldob az epres, málnás, ribizlis lekvár. 3 évvel ezelőtt is elkészítettük a szurkolói fagylaltot, és ezt egy kicsit újra gondoltuk, de hasonló ízvilággal kombináltuk, mint 3 évvel ezelőtt a fagylaltot, és mivel hála Istennek idén is kijutott a válogatottunk az Európa-bajnokságra, ezért úgy voltunk vele, hogy most se hagyhatjuk ki azt, hogy csináljunk egy ilyen fagylaltot, amivel mi is buzdítjuk a csapatunkat. A piros-fehér-zöld fagylaltal nem csak a június közepén kezdődő labdarúgó Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatottnak, hanem a párizsi olimpián versenyző magyar sportolóknak is szurkolhatunk, hiszen egész nyáron kapható lesz ez a hűs édesség, mondja a fagyizó tulajdonosa. Hajrá magyarok! Mi így tudunk szurkolni a magyar válogatottnak, és a magyar csapatoknak és az egyéni versenyzőknek. Nem tudunk ott lenni se az EB-n, se az olimpián, viszont itthonról szurkolunk mindenkinek. A fagyizó is szurkolói díszbe öltözött, lufik zászlók kerültek a pultok környékére, és a dolgozók is mezt húztak. Így készülnek a magyar labdarúgó válogatott EB mérkőzéseire. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket, legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk, viszontlátásra!